Hatodik fejezet. Ezért hagyjuk el a Krisztusról szóló elemi tanítások ismételgetését. Törekedjünk a szellemi érettségre. Ne rakjuk le újra és újra a holtcselekedetekből való megtérésnek, az Istenben való hitnek, a bemerítkezéseknek, a kézrátételnek, a halottak feltámadásának és az örök ítéletről szóló tanításoknak az alapjait. Ezt szeretnénk tenni, ha Isten is megengedi. Ha valaki elhagyja a Krisztus útját, vajon visszatérhet-e hozzá megint? Olyanokról beszélek, akiket az igazság egyszer már megvilágosított. Megkóstolták Isten ajándékát, megkapták a Szent Szellemet, hallották Isten beszédét, és megtapasztalták a következő korszak erejét. És mégis elhagyták Krisztus útját. Mert ezek az emberek szinte újra megfeszítik Isten fiát, és szégyent hoznak rá az emberek előtt. Vajon ezek az emberek ismét megváltoztatják a szívüket és az életüket? Nem. Ez lehetetlen. Úgy van ez, mint a termőföld, amely gyakran kap esőt, és bőséges termést hoz a gazdának, aki dolgozik rá. Az ilyen földet Isten megáldja. De az a föld, amely csak töviseket és gazt terem, haszontalan. Az ilyen földet az a veszély fenyegeti, hogy Isten is megátkozza, és tűzzel pusztítja el. Rólatok azonban, szeretteim, jobbat gondolunk, ami üdvösséggel jár, még ha így figyelmeztetünk is benneteket. Mert nem igazságtalan Isten, hogy elfeledkezzen a ti cselekedeteitekről, és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok, és most is szolgáltok. De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik. Ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket. Amikor Isten Ábrahámnak ígéretet tett, mivel nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött, és így szólt: amilyen igaz, hogy vagyok, olyan igaz, hogy bizony megáldván megáldalak, és megsokasítván megsokasítalak téged. Ábrahámnak ezután sokáig és türelmesen várnia is kellett, de végül mégis megkapta, amit Isten ígért. Az emberek között az a szokás, hogy olyan valakire esküsznek, aki nagyobb náluk. Így erősítik meg az ígéretet, és ezzel véget vetnek a vitának. Hasonlóképpen, amikor Isten egész világosan meg akarta mutatni, hogy ígéreteit biztosan be fogja teljesíteni, ő is megesküdött. Azoknak akarta ezt megmutatni, akik meg is fogják kapni, amit Isten ígért. Tehát Isten egyrészt megígért valamit, másrészt ezt esküvel is megerősítette. Ez a két dolog soha nem változik meg. Isten nem hazudik, amikor ígér valamit, és nem hazudik, amikor megesküszik. Ez a mi erős bíztatásunk, ez a mi reménységünk. Hiszen mi oda menekültünk Istenhez, és belekapaszkodtunk abba a reménységbe, amit ő adott nekünk. Ez a reménység olyan a lelkünk számára, mint a csónak számára az erős és biztonságos horgony. Ez a remény horgony a mennyei templomban, a függöny mögött, a mennyei szentek szentjében kapaszkodik meg. Ott, ahová Jézus bement. Értünk ment be oda, hogy utat készítsen a számunkra. Hiszen ő, Jézus, mindörökké főpap lett. Melkisédekhez hasonló.